ki lesz az ellenfele, ki követi a DVTK Akadémia serdülő csapatát. Itt a Fireplace Leán serdülő országos bajnokságon. A fináléba jön a második elődöntő, a Beac Újbuda Kosárlabda Akadémia és az Atom Erőmű KSC Szekszárd U14-es csapatainak részvételével. Sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat, Rádonyi Kristófot hallják. Egy olyan mérkőzés jön, ahol én úgy gondolom, hogy magában a párosításban olyan eszeveszett nagy meglepetés nincsen. Az egész szezonban ez a két csapat volt az, amely talán-talán a legstabilabban menetelt a 8-as döntő felé. Ugye 21 győzelme és 5 veresége van a Beac Újbudának az idáig vezető úton. Most ugye erre tettek még rá további 3-at itt a csoportgörben. Ráadásul ugye a 8-as döntőbe jutott riválisokkal szembeni eredmények alapján ugye 9 győzelme és 4 veresége van Laklót Anna tanítványainak. Míg ugye a másik oldalon a Szekszárd egyetlen győzelemmel aratott többet, ha az összmérleget vesszük alapul, és ugye egyel kevesebb a vereségük, 22 győzelem, 4 vereség, és ott van a 13 győzelem és 4 vereséges mutató, tehát egy picivel többet játszottak, ugye kiemeltnek mondott ellenfelekkel, viszont kétszer is kikaptak a DVTK-tól, egyszer a csatától, egyszer pedig az NKA Pécstől. A Beacot egyszer győzték le tétmérkőzésen, egyszer pedig felkészülési mérkőzésen, az egy 9 pontos diadal volt Győr városában. Szóval a jók ellen nagyjából ugyanazt hozza a két csapat, viszont a Szekszárdnak van már veresége itt ezen a tornán. Ugye kikaptak a Győr csapatától, hogy aztán utána tulajdonképpen magabiztosan, hasonló módon, mint ahogy a csata DS-e kikapott most az elődöntőben, legyőzzék a csata A gárdáját. Ott is egy jó második félidő kellett ehhez, és egy nagyon kollektív csapat teljesítmény. Könnyen lehet, hogy Semsei Barbaráék ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ugye Kollár Lilla, Pomsár, Hencsik és Kófiás az általános vezérek. Hencsik Adriánnek nincs különösebben jó döntője, de azt hiszem, hogy azért egyrészt Harsányi Mária nagyon bízik abban, hogy most végre Hencsik Adri olyat hoz, amit még itt a tornán komoly tétre menő mérkőzésen nem tudott, azaz, hogy hatékony lesz, miközben Laklót Anna pedig valószínűleg attól tarthat, hogy előbb vagy utóbb jön valami extra Hencsiktől, aki ugye 27 pont fölött átlagolt a legjobb 8 közé vezető úton. Itt most egy picit az ő gépezete beakadt, viszont a Szekszárd azért erőből átgyűrte magát az ellenfeleken, leszámítva ugye a Győr csapatát. Mutatom is gyorsan, hogy a Darazsok ellen kezdett a Szekszárd. A torna második mérkőzésén sima 20 fölötti győzelmet adtak, a Beac pedig az NKA Pécs gárdáját verte, akkor még egy egészséges Kovács Nórával felálló NKA Pécs ellen győzött a Beac. És aztán jött a szekszárdi nagy meglepetés, a hideg zuhany a csütörtöki nap végén, kikaptak a tornát egy majdnem 40 pontos vereséggel kezdő Győr csapatától. Így aztán a pénteki csata elleni csörtének elég komoly tétje lett villámgyorsan Harsányi Máriaék számára. A Beac ugye a hosszabbítást követően verte a DVTK Akadémiát, egyetlen csapatként legyőzve ez idáig itt a DVTK-t ezen a tornán. Nyilván a Diósgyőr szeretné, hogy esetlegesen vissza tudjanak vágni azért a fiaskóért, majd esetlegesen a fináléban. Míg ugye a Szekszárd, ahogy már említettem, egy nem különösebben jó első fél idő után egy pazar második játékrészt szaladva 56-44-re verte a csatát, így biztosítva a helyét a legjobb 4 között, igaz csoport másodikként, és mivel a Beac legyőzte a csata DS-e B együttesét 48-32 arányban, ezért ugye csoport elsőként veretlenül zárták az aljelű 4-est, és így ők játszhatnak a Szekszárddal itt a döntőbe jutásért. Csak hogy ne a levegőbe beszéljek, íme a csapat statisztikák szekszárdi oldalon. Ugye Hencsik Adrián az egész mezőnyből kiemelkedik ezzel a 27 fölötti átlaggal. Pomsár a test ebben a szekszárdi együttesben. Ő folyamatosan jön fölfelé, ráadásul ahogy például Barca, úgy Pomsár is komolyat nőtt és erősödött a szezon első feléhez képest, itt a szezon második felében. És egyébként nagyon jó csapó, egyébként hasznos perceket kap Harsi Schiefertől és természetesen Kollár Lillától is, valamint ugye Kófiás Janától, aki egy picit Hencsik
Adrien, től is függ szerintem, és így, hogy Hencsiknek nem megy, Janának sincsenek különösebben extra számai ezen a 8-as döntőn, de ettől még ő abszolút szellemi vezére ennek a Szekszárdnak. Itt pedig a Beac Újbuda csapatának számadatai az idei szezonból, ugye Grédz Zoli az egyetlen 10 pont fölött, egészen más elosztásban ugye a két gárda pontaránya. Sokkal nehezebb valószínűleg készülni a Beac Újbuda csapatából, Bugovics Júlia és Dinnyés Petra még, akiket vezérnek gondolnak, de ott van még Samson Érckövi, bármikor dobhat egy tízest Andrási, Borsemma kiváló versenyző, Török Boglárka is meg tud villanni, de ugyanez igaz Tibai Eszterre, aki ugye kevesebb, mint 3 pontot átlagol az idei bajnoki szezon során, de ettől függetlenül itt már volt olyan meccs, ahol dobott egy tízest. Érdekes mérkőzés lesz ez, kíváncsian várom, hogy mire megy majd egymással a torna egyik legtapasztaltabb edzője és az egyik legzöldfülűbb, mert ugye Laklót Anna mindössze második éve foglalkozik ilyen korosztállyal, ennyire pici gyerekekkel, ugye mindössze a harmadik éve edzősködik, úgyhogy már főállásban, úgyhogy neki ez egyrésztről egy első bálozás, ahol rögtön 4-be jutott, úgy gondolom, hogy abszolút elégedett lehet egy zaklatott szezon végén ezen a 4 közé jutással. És egyébként, amikor Harsival beszéltem telefonon a héten, akkor ő is azt mondta, hogy hát 4-be szeretnénk jutni, aztán ott meg majd adja az élet, amit ad. Meglátjuk, hogy mire megyünk majd az ellenfelekkel. Kovács István és Burján Márk vezeti majd ezt az összecsapást. Nekik jutott a megtiszteltetés, hogy a második elődöntőt fújhassák. Biztosan nem lesz könnyű dolguk. Két mindenre elszánt gárda méri majd össze tudását, és ha jól látom, akkor Marsanyi Mária nem variált a kezdő csapatán. Ott van Hencsik, ott van Csapó, szerintem Szabó is, és persze Schiefer. Gyorsan nézem a számokat. Kék szerelésben látjuk majd az Atomerőmű KSC Szekszárdot, fehérben pedig a Beac Újbuda együttesét. Dinnyés, Szilágyi, Tibai, Medvei és Grécs. Medveinek őrült hétvégéje van. Ugye a 4 még mezőnyben megmaradt csapatból egyikében a Diákolimpián is szerepet vállal. Nem tudtak döntést hozni a tekintetben, hogy van-e prioritás, vagy nincs prioritás. És akkor kezdődik a második elődöntő. Előtti ugyan Szabó ezt a külön versenyt megnyerte, de a labda a Beacé. Nem teketóriázott Szabó, hogy szép nagy lecsapással indította a párharcot. Dinnyés. Grécs elvállal egy hármast, az mellé megy, Tibai megy a lepattanóért, és ő üti az alapvonalon kívülre. Tessék-lássék helyzet volt ez Grécz Zoétól, tegnap a csata B ellen volt 3 jó triplája is. Hencsik kapott egy kegyelem fújást. Ilyet talán még egyet sem dobhatott ezen a tornán. Kiválóan lövi a labdát a vonalról Hencsik Adrien. Kiemelkedik ebből a korosztályból. Nyilván acceleráltabb, mint a legtöbb U14-es játékos. Nem tudni, hogy neki hol van a plafon. És ő már a tavalyi esztendőben is alapembere volt. Az akkori szintén 8-as döntőig menetelő Szekszárdnak.
2-2 végén Tibai nem tudja megfogni a labdát. Két rossz akció a fővárosiaktól így kezdésként. Schiefer. Nem jó a dobás Szekszárdi részről, megvan a lepattanó csapónak. És van egy tartott labda. Szekszárnál marad a játékszer, hiszen ugye a feldobást a Beac hozta el. Szabó gyűrte a gyűrűre ezt a labdát. Grés nem indítja Tibait. Dinyés. Medvei. Szilágyi. Tibai, lemaradnak róla, megtalálja Szilágyit, kijön az ittszer, Dinyési a lepattanó, Medvei tempója, az tökéletes! Hancsik Adrián döntött úgy, hogy akkor jön egy ilyen fejjel a falnak, akció 3, Beacos lány nézi aggódva, hogy mi van Hencsik Adriennel? Szerencsére jól van. Hasányi Mária nem aggódva nézte, hanem szerintem kérdőn tekintett legjobb pontszerzőjére, hogy Adrikám, hát itt most mit szerettél volna? Grécs beláll egy tempóba, be is dobja. Schiefer. Támadó faltot fújnak. Próbált volna csapó mindig, meg ezt majd érdemes figyelni, próbálnak mindig ugye a Hencsik féle kifutásokra elzárást adni, de hát általában azért el vannak késve. Grécs. Elhagyja a labdát, aztán nála marad. Húha. Az volt a szerencséje Tibainak, hogy nem tudott már ebbe belepiszkálni. Eléri még Dinyés, meg is menti, Medvei közelebb viszi. Nem tudja bedobni. Két és fél perc után 4-2. Tibai szedi a lepattanót, és aztán ő az, aki elindul előre. Badog a kezében a labda, megmenti, így lehet jó, Dinyés, így lesz jó. A szerencsét sem nélkülöző akcióval 4 pontos vezetés a budapestiek javára. Hencsik. Elvállal egy hármast, bele is dobja. Nagyjából így néz ki a Szekszárd U14-es csapatának a játéka. Ha Hencsik Adrián a pályán van, akkor ő hoz egy döntést. És hogyha jó napja van, akkor az a döntés általában kosarat szül. Grécs. Medvei szedi a lepattanót, aztán visszateszi, és 2 pontot jegyez. Ő már 4 egységnél. 8-5. Hencsik, Schiefer, Grésbe szalad bele. Nagyszerű blokk Grécs Zoétól. Nővérét majd. Emlékeim szerint láthatjuk egy hét múlva a kadett döntőn, és láttuk egyébként a
junior döntőn is itt a Humbasket TV-n. Vézs Dalmát. Hencsik elindul, Hencsik nekirongyol Dinnyésnek. 2 másodperc van már csak a támadó időből. Vagy új 14. Szerencsére a Szekszárd valamiért nem értesült erről, és ezzel aztán ki fogják vívni Harsanyi Mária haragját a szekszárdi hölgyek. Az pedig azért szerencsétlenség. Dinnyés labdát csen, és aztán visszaszerzi Varga Hencsik. Hencsik visszakapja, rádobja, mellé lövi. Dinnyés. Az igen, időt kér Harsányi Mária. Szerintem elege van ebből a mindent Adri döntésvállal történetből. Nagyon nehéz ebbe beleváltani, az egész szezon erről szól. És szerintem ezzel szenved egy picikét a Szekszárd ezen a 8-as döntőn, hogy egy hangyányit oda lett az a fene nagy fizikális for, amivel rendelkezett a mezőnyhöz képest egyébként Hencsik Adrián, és most nem igazán találja a réseket, nem igazán találja a helyet, és ebből fakadóan küszködik egy hangyányit itt a DVTK arénában, de én képesnek tartom őt arra, hogy reagáljon erre, és hogy bele tudjon váltani. Dinnyés nagyszerű a beacban, medveit lehet dicsérni, ha már itt az aklatottság szóba került, akkor úgy néz ki, hogy szépen felszívta magát erre az elődöntőre. Hencsiken kívül senkitől nem jön semmi a Szekszárdban. És például a csata elleni győzelem volt a legjobb példa arra, hogy ha ez így van, akkor azért simán, már hogyha ha több lábon áll a Szekszárd, akkor azért az nagyon jól áll nekik, és nagyon jól mutattak. Úgyhogy jó volt Pompsár, jó volt ugye Kollár. 5 perc elteltével 7 pont a különbség, de hát láthattuk az előző összecsapáson, Szilágyi szerez közben labdát. Dinnyés. Nem kell az elzárás Dinnyésnek, ezt most elrontja, aztán szedi a saját lepattanóját, Tibai, Medvei. Picit belebonyolódott ebben most Medvei csenge. Dinnyés, az hosszú. Szekszárdi labda birtoklás. Oh. Próbált volna kombinatívan játszani Hencsik Adrián. Nagyszerű lepörgés, aztán megdobja a gyűrű alját, oldalát Medvei. Picit mélyre került, ettől még maga a mozdulat az csodás volt, ahogy eljutotta az ígyszerig. Hencsik, neki ennyi hely bőven elég. Szilágyi nem hagyja, hogy hozzáférjenek a lepattanóhoz az ellenfelek, rá tudtak fogni, de kivenni a kezéből már nem. Pákozdi! Gyönyörű tempó! Aki nagyon rossz meccse volt a torna elején. Ugye a nyitó meccsen játszott az NK a Pécs ellen. Tulajdonképpen semmi jó nem történt vele. Itt egy mellé dobott hármas, Pákozdi üti a lepattanót. És aztán még egyszer hozzáért.
Ugye Csapónak, Kollárnak és Pompsárnak volt legalább 10 pontja a csata legyőzése alkalmával, most megnéztem pontosan. Jó kisegítés Hencsikre. Az bravúr kosár Csapótól. Dinnyés beütött a két ember közé, Medvei hármasa. Az is jó! Lehet, hogy úgy, ahogy van, elege van ebből a hétvégéből, neki már végérvényesen. Álomszerű Beac kezdés. Hozzáteszem, ezt említette Harsi, amikor beszéltünk az lépéshiba Schiefernél, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy a Hencsik Adri nevével fémjelzett ötös, az hátránnyal adja át a stafétát a társaknak. Medvei. Ó, falttal együtt bedob egy zicsert! Medvei Csenge parádé. Még így is, hogy mellé megy a büntető. 19-7. Kevesebb, mint 3 perc van már csak hátra az első negyedből. Hencsik. Lemaradnak most. Egész pontosan Tibai marad le. Gyönyörűen belépő Szabóról. Mennyire jobb akciók ezek Szekszárdi részről. Most már zsinór van egymás után, mint amikor Hencsik Adrián pattogtat. Grécs egyel tovább, Medvei elvállalja ezt is, az rövidke már. Meg kellett nézni, hogy mi a helyzet a forrósággal. Dinnyés jön vissza Tibai helyett. Nem szokták szeretni az edzők, mindegy, hogy előrefele mi történik, ha könnyű befutásokból tud kosarat dobni valakinek az embere. Schiefer eladja, Grécs mehet. Indul Dinnyés. Az úgy lépés lesz. Fel kell tenni, bíztatja edzője Dinnyés Petrát. Amit el szoktam mondani, a második fajta lesz Dinnyésnek, amit el szoktam mondani Völgyi Szonya kapcsán, az szintén igaz egyébként Dinnyés Petrára is, ő is egy nagyon rendes gyerek. Sokszor kevesebbet vállal, mint amennyit valószínűleg vállalnia kellene. Most elváltottak mindent a beacos hölgyek. A legkomplexebb támadójátéka egyértelműen a KSC Szekszárdnak van ebben a mezőnyben. Grécs. Az egylábas pörgős forgós. Szedi a saját lepattanóját Grécs Zoé, aztán eldobja még egyszer. És ez a labda, ez bizony Varga kezéről hagyja el a játékteret. 19-11-nél támadhat tovább a Beac. Medvei. Mellé dobja az itzert. Dinnyés szedi a támadó lepattanót. Grécs vissza Dinnyéshez. Kér egy elzárás Dinnyés Petra. Pákozdi. Megint új támadási lehetősége van a fehérmezeseknek. Ebben az ötösben nincsen Pompsár, nincs igazi nagy test a Szekszárdiaknál. Ó, de ügyes volt Szilágyi. Lehet, hogy jobb lett volna egyébként, ha bepasszolja a töküresen álló Grécs Zoénak. Megpróbálta a rápattintóst. Majdnem összejött. Az utolsó percen belülre érünk. Rendezte a sorait, szerény véleményem szerint, a KSC Szekszárd. És ennek megvan az eredménye, az eredményjelzőn is. Még akkor is, hogyha ez most itt egy majdnem eladott labda.
Most lenne mikrofon Harsinál, akkor azt gondolom, hogy ő másként vélekedne, mint én. Nem rendeztünk semmit, ne szórakozz velem. Csapó, az is kosár. Ezek a kiugrálások általában ezt eredményezik. Dinnyés tapasztalhatta meg most ezt. Csapó mellett Dinnyés betör, Pákozdi még egyel tovább, Szilágyi közelebb viszi, szedi a saját lepattanóját, és dobhat majd két büntetőt. Most kimaradgatnak a beacos dobások, ezért fagyott be a teljesítményük 19 ponton. Ugyanúgy megvannak a helyzetek. Mellé megy az első büntető. A második viszont már tökéletes. 20-13. Jöhet Hencsik Adrián a tegnapi csata elleni mérkőzésen. Egy 12 méteres hármassal, vagy 10 méteres, 11 méteres hármassal zárta az első negyedet Hencsik Adrián. Dinnyés mellett el kell indulnia. És labdaszerzés a Beactól. Hencsik vezetgette túl. Jó volt, ahogy Grécs odajött. És inkább csak ijesztegetni próbált, semmint effektíve védekezni. Meg is tudta zavarni a riválisát. Dinnyés hosszú akciót próbál vezetni a Beac. Ügyes a vezető passz. Marad 3,9 másodperc. A Beac előtt arra, hogy dobással fejezzék be ezt a támadást. Szilágyi. Az gyönyörű játék volt egyébként. Szilágyi dobja mellé az ittszert. Ettől függetlenül jó akció, aminek a végén nincsen Beac kosár. És ennek a szexárdia körülhetnek, mert hogy így idézélesen mindössze 20-13. A találkozó állása, és csak 7 pont a hátrányuk. Csapó lépett elő, és Szabó is kosarat szerzett. Másabb a szexárd játéka akkor, amikor nem csak Hencsik Adrián függő az, hogy mennyi pontot szereznek. Medvei Csenge, a Lakló csapat nagy találmánya ezen a mérkőzésen. 9 dobott pontja van Dinnyés 6 egységnél. Szilágyi elképesztően aktív, ugyancsak 1 dobott pontja van, de vagy 5 lepattanója, meg 3 szerzett labdája, azért az mindenféleképpen jól mutat egy statisztikai lapon.
Mellé megy egy büntető. Megint szabálytalanság. Pomser elképesztő fejlődésen ment keresztül az idei szezon során. És nem csak azért, mert itt most bedob egy büntetőt, hanem hogy összességében a játék képe alapján, meg a számok is ezt támasztják alá. Jó dobások a vonalról, most azért dobálgathatta a büntetőket a Szekszárd. 22-17. Bugovics. Kollárt megdícséri Harsi. Szép védekezés volt, egyébként az volt. Egyet kell értsek a Szekszárd edzőjével. Bugovics kipasszolja, Andrássy visszatér a védelemre. Most aztán mellé dobja, ki lesz a lepattanó. Tartott labda, akkor a Szekszárd jöhet. Kollár. Mennyire tud felgyorsulni a jelek szerint? Nagyon. Szépen rendeződött a Beac védekezése. Samson érckövű volt az, aki jól jött vissza. Kimaradó lehetőség vélhetően a másik oldalon. Most azért varjadalom a kameránál is. Nem tudja követni a történéseket, hogyha jól látom. Talpon a Beac kispad, ez azt jelenti, hogy budapesti kosár született, még akkor is, hogyha erről most az elszundító, picit pihenő kamera le is marad. Ugyanaz a játék megint, mint az előbb, csak ezúttal nem tudják elvinni ott a gyűrű alatt a labdát a Beacosok. Kofiás jó megmozdulása. Már ma sokkal több jó dolog történik vele, mint szerintem az egész tornán összesen. Az első meccse jó volt egyébként Jana. Nekem ő személyes kedvencem már a tavalyi tornáról. Itt ugye Mészárosné Kovács Andrá vezetésével a szegedi fiatalok nyertek meg. Török. Nem ad igazán jó labdát Andrássynak. Így lehet ez jó még. Andrássy maga akarta ezt befejezni. Ez talán hiba volt. Ki lesz a labda? Marad a Beacnál. Közel állt a játékvezető. Bugovics kapja. Sokadik ilyen szituáció ezen a tornán, amiből ezúttal nincsen Beac kosár. Pozsonyi egyensúlyozott. Kófiás pedig megint dob majd két büntetőt. Dühös magára Bugovics, hogy kihagyta ezt a sarkazás utáni félhorgot közelről. Kófiás első büntetője mellé megy. A második viszont tökéletes. Ezekkel a büntetőkkel szépen tartja magát a Szekszárd, sőt, mi több, felzárkóznak négy pontra, ez pedig egy Kófiás labdaszerzés. És könnyen lehet, hogy jön majd egy időkérés fővárosi oldalon, így is van. Ezek itt most Kófiás Jana percei. Labdaszerzés, jó büntető, jó zicser, 6 dobott pont Kófiástól. 3 perc alatt 8-as index. És egyelőre 9-4-re nyeri ezt a negyedet az Atomerőmű KSC Szekszárd.
gyorsan azok kedvéért, akik esetleg itt a mai napon nem követtek minden mérkőzést. Megmutatom, hogy mi mindenen vagyunk túl. Az NK a Pécs, én azt gondolom, hogy némi meglepetésre szépen összekap a saját magát, és négy emberére támaszkodva 66-61 arányban legyőzte az Uni Győr NK együttesét. Így a győriek játszanak majd a csata DSB-től vereséget szenvedő Darazsakkal a hetedik helyért, míg az NK a Pécs majd a csata B-gárdájával, és az első elődöntőben a DVTK egy rossz első félidő, ám de egy parádés második félidő révén bejutott a fináléba, és ők várják ennek a párharcnak a győztesét, a vesztes pedig majd a csatával játszhat a bronzéremért. Sáhi. Samson Érckövi. Andrássy. Érezhetően Andrássynak nem ízlik Kófiás, mint pár. Török, ő elindul, Pomsár mellett, kiosztja Andrássyhoz, az tökéletes, ez egy jó akció. Hosszú idő után szerez kosarat a Beac Újbuda. Kollár, Kófiás, Kollár nem tudja kontrából megverni emberét, Kófiás, Pomsár, Andrássyval maradott. Kényszerhelyzetbe keveredett Pomsár. Lassan van Sáhi, nem veszi észre Andrássy. Török, rávállal egy hármasra, hoppá! A palánkos tripla, Lakló Tanna lehajtja a fejét. Lehet, hogy átmegy elnézést kérni Harsányi Máriától. Ugyanúgy beírják, mint hogyha csont nélkül esik be Pomsár. Ügyesen csinálta, láncikát lépegetett, nézegetett, de nem lépte el. Jó lábmunka volt ez. Bugovics, Sáhi. Sáhi megint, Bugovicsot szeretnék megjátszani szerintem. Meg is játsszák! Nem tudja elkapni Bugovics. Majd most. Nincs kosár. Pomsár pedig megszerzi a lepattanót. Andrássy próbál visszaérni vele. Vissza is ér. Annyit mindenféleképpen összehozott, hogy meg tudta zavarni Pomsárt. Bugovics, ezzel végigér, mondom én, csak nincs belőle kosara. Andrássyhoz kerül a labda. Marad a Beacnál. Tartott labda, váltott labda birtoklás szabályának értelmében. Sáhi helyett Bors érkezik a pályára. Török, lépést fújnak, valószínűleg az volt. Na, miért már régen láttunk. Két büntető jön. Most jelzik a játékvezetőnek, hogy két büntető jön, mert hogy ez volt az ötödik Beacos falt. Ugye nem a fújás ténye, ami miatt ilyenkor felkapja az ember a fejét, hanem az, hogy mennyire következetesen jönnek majd ezek az ítéletek. Kófiás mellé dobja az elsőt. És mellé megy a második is. Ki lesz a lepattanó. Pomsár ügyesen férkőzött hozzá. Megint Pomsár. Az ő őrzése megoldhatatlan feladat egyelőre a fehérmezes csapatnak. Nincs igazi
center ebben a Beac Újbudában. Mondva csinált magas emberekkel, dolgozik Laklót Anna. Bugovics szeretett volna faltot kiharcolni, aztán kidobja a pályáról a labdát a Szekszárd. Úgy volt erre szerintem Bugovics, hogy hát, hogyha itt mindenfélére jön a fújás, akkor talán most erre kapok egyet én is. Ennyire direkt módon nem jön ez össze. Laklót Anna próbál életet lehelni játékosába. Török. Majdnem átívelte őt Sáhi. Horváté volt a falt. Bors. Török. Bors, üres tripla, nem esik bele, Horvátról megy ki, harcol Horvát, amennyire csak erejéből telik. Megint ugyanaz az akció, és megint egy mellé dobott zicser a Beac részéről. Laklo Tana még mindig Bugovicssal próbál szót érteni. Kófiás. Visszaszerzi. Hoppá! Horvát, Pomsárt keresi. Kófiás mehet a vonalra megint. A 13. büntető kísérlete, ez már az Atamerő KSC Szekszárdnak. 29-27, egyelőre ezekkel vannak versenyben. Kófiás 8 pontos, 7 egységnél Pomsár. Egyelőre 6-tal nyerik ezt a negyedet, és még tenger sok idő van hátra. Török passz a Pocsék, ezzel mehet Kollár. Le is dobja az zicsert. Jön majd vissza Bugovics a Beacba. Andrássy elindul, az is falt akkor, hogyha ezek faltak voltak, így is van. Török helyett jön vissza Bugovics. Nagyon fontos triplát dobott a DVTK elleni fordítás utolsó perceiben. Megint ugyanaz. És ezúttal ott van a jó zicser, Sáhi. Alaposan ki van ez gyakorolva, szó se róla. De talán nem annyira, hogy ebből mindig üres helyzet jöjjön össze. Egyetért velem szerintem, Harsi. Nem igazán érti, hogy ebből hogy lehet folyamatosan kosarat kapni. Íme a statisztikák. 14-ből 9 a büntető mutatója a Szekszár csapatának. És hát Pomsár, illetőleg Kófiás a két vezér, ahogy arra számítani lehetett itt a második negyedben. Egyelőre Bugovicsnak nincsen pontja, ezért is dühöng szerintem, de nem is biztos, hogy neki feltétlenül mindig a pontszerzésből kell kivennie a részét. Vállalkozik, nem megy be, jó helyzeteket vállal el,
ez fontosabb, és egyébként ebben az ötösben, ami a Szekszárdnál pályán van, ez fokozottan igaz. Ha már ez így szóba került, akkor itt most sokkal inkább van csapat jellege a játéknak. Sáhi Eszter. Ráadás büntetője következik. 40%-os büntetőző. 39,1 egészen pontosan. A szezon legelején érkezett a Beac kötelékébe. Kófiás. Pomsár. Hoppá, Kollár. Így jó vállalás lett. Kollár. Ezt is eldobja félfordulatból. Nem biztos, hogy ezt kérte Marsányi Mária tőle, amikor gondolom mondta, hogy Lilám, legyünk aktívak. Bugovics elvállalja a hármast, bele is dobja. 34-30. Opa, Pomsár. Ez is becsorog. Pomsár nagyon-nagyon jó. Ilyen komótosan, mint egy ilyen nagy medve úgy jön-megy a pályán. De... azt tudom mondani, ez is lépés. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól csinálja, amit csinál Pomsár Anna. Pomsár. Ez most már nem. Ki lesz a lepattanó? Tartott labda. Most így a BAC akkor. Korán vette föl Pomsár, de hát nyilván ő is még tanulja a szakma csínyát, bínyát. Bors megveri kontrából az emberét, és aztán dob egy rossz zicsert, hogy utána megint hozzá kerüljön, és dobhat majd két büntetőt Bors Emma. Büntető is. Említettem már, szerintem talán az első mérkőzésen játszott igazán jól Bors Emma. Volt két triplája, meg egy két pontosa. Hogy úgy nézett ki a szezon legelején, hogy olyan szintű lemaradásban van Bors Emma a többiekhez képest fizikálisan, hogy egész egyszerűen nem lehet majd pályán tartani. Ehhez képest kiderült, hogy valószínűleg a legjobb fejű játékosa a Beac keretének, döbbenetes, harcos, nem rettem meg egy kis kihívástól, meg a feladatoktól. Bugovics. Megint Bors Emma az, aki ott van. Sáhi elvállalja a triplát, ez mellé megy, Samson Érckevi megy a lepattanóért. Kollár. Megint Kollár. Kófiás kontrából veri meg Bors Emmát. Kófiás nagyon ügyesen csinálja ezt. Érzi, hogy mindenre jön a fújás. Indul el. És mehet a vonalra. 15. kísérlete ez a Szekszárnak a büntetővonalról. Tizet. A 16-ból be is dobtak. Egy tripla
a Szekszárd hátránya. Bors csak ijesztegetett, aztán elhagyja. Lilla kap szegénykém. Edzőjétől. ...36-33... 14 támadó lepattanója van a Beacnak, és elképesztő mennyiségű kísérletük. 42, ha jól számolom, ebből van 15 találat. Egészen jól vigyáz a labdára a Beac Újbuda K.A. gárdája, de nyilván mindig van fejlesztési, meg fejlődési lehetőség. Azért nem arról szól a mérkőzés, hogy extra pontos a támadás befejezéseknél egyik, avagy másik csapat. A 20-ból 10 az amúgy kiváló a szekszárdiak előadásában náluk. A 14 eladott labda az, ami sok. Ez az, amit a DVTK le tudott csökkenteni a második félidőre. 19-el zárták, ha jól emlékszem, az első 20 percet. És annak szerintem a felét sem adták el a másodikban. Bugovics. Pomser mellett elindul. Hoppá, megtalálja a Samson Érckövit. Kicsi elhamarkodott befejezés volt ez. Ó. Ezt illet volna elkapnia Horvátnak. Ő ugye haszonélvezője, az egyik haszonélvezője ennek a bontott ötösös szabályrendszernek. Valószínűleg második fél időben ritkán látjuk majd. Bugovics elindul Pomsár mellett. Jó a center meló, Samson Érckövi szedi a lepattanót és lapat majd kettőt. Ezért fontos ez, mert egyébként Bugovics leköt két embert minimum. Amikor így elindul, akkor azonnal jönnek segíteni, ez jól láthatóan meg van beszélve a kékmezeseknél. Jó az első büntető. És a második is. Amikor az ember kevésszer jut el a vonalra, akkor meg aztán fokozottan fontos, hogy mindent bedobáljon. Az utolsó percen belül 5 pontos Beac vezetés. Kófiás hozhatja a labdát. Megint el fog indulni. Borsé a személyhiba. Jó fújás ez most. Abszolút illik a mérkőzés profiljába. Picit vállal ért oda Bors Kófiáshoz, aki nyilván, köszönjük szépen, ha úgy van, akkor bedobálja a büntetőket. 12-ből 7. És ez csak Kófiás, egy maga. Pomsár. 3 másodpercet fújnak. Meg kell dicsérnem Pomsárt, nagyszerűen csinálta, hát kipasszolt, a kívül is állt.
Bugovics. Nem megy be a gyűrkőzős. Elvállalja a fordulatos triplát. Ez is mellé megy. 38-35 el az eredményjelzőn. Egy lejátszott félidőt követően a Beac Újbuda, Atomerőmű KSC Szekszárd összecsapáson. A tét nem más, mint hogy kijátszik majd a fináléban a DVTK gárdájával. Jön a pihenő, és aztán érkezünk vissza a folytatással, amint kezdődik a mérkőzés második félideje. Ne menjenek messzire! Tudta? Termékkínálatunkban minden rendszerelemet megtalál, ami egy szerkezetkész ház felépítéséhez szükséges. Betonzsalúzó elemek, téglafalazó elemek, nyílás áthidalók, kéményrendszerek, előregyártott betonelemek, előregyártott lépcső, födémrendszerek, tetőcserepek, térkövek, kertépítő anyagok. Számunkra kiemelten fontos a környezetvédelem az építőanyagok gyártásánál. Fenntartható alapanyagokból dolgozunk, hogy a lehető legkevésbé terheljük környezetünket. A gyártás során keletkezett betontörmeléket újrahasznosítjuk, és alapanyagként ismét felhasználjuk. Leyer. Egy életre szól. www.leyer.hu Choices they regret, and I've made a few, like letting go of you. Time has passed me by without you by my side. When I think of all that's gone, still the one.
Az Ursza termékek biztosítják az épített környezet energiahatékonyságát. Ilyen módon hozzájárulunk az emberek életminőségének javításához, ráadásul még bolygónkat is óvjuk. Európa egyik vezető szigetelő anyaggyártó vállalataként azért dolgozunk, hogy megteremtsük az ideális hőérzeti és akusztikai komfortot mind a lakóterekben, mind pedig a munkahelyeken. Szakembereink elkötelezettek a modern követelményeknek megfelelő minőség és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása irányában. Vállalatunk az emberközpontúságot helyezi előtérbe, jólétet teremtve egy kényelmesebb, kellemesebb környezet létrehozásával az emberiség szolgálatában. Termékeinkkel az életminőséget és a bolygónkon megvalósítható fenntarthatóság szintjét javítjuk. Az évek során ígéretes termékválasztékot fejlesztettünk ki. Most ez a termékválaszték hivatott megerősíteni az elismert Ursza márkanevet. Vállalatunk logója is izgalmas átalakuláson ment keresztül. Az Ursza a jövőbe tekint, ezért kedvenc jegesmedvéink is ezt kell tegyék mostantól. Új színeink erőt és átláthatóságot sugároznak. Az elegáns, sötétebb kék jelentőségteljesebb márkaüzenetet hordoz. A vörös az emberközpontúságot és a melegséget fejezi ki. Az új vállalati image termékeink csomagolásában is fokozatosan meg fog jelenni, melyet természetesen új brossúráink megújulása is követ majd. Minőségi termékválasztékunkat számos alkalmazási területre ajánljuk, és ehhez részletes, építész szakemberek által összeállított, hasznos útmutatókat és tanácsadást nyújtunk. Íme! Ismerje meg ön is az Ursza új arcát! A gondoskodás annyit tesz, hogy igyekszünk mindent megtenni a szeretteink egészségéért. Ebben a gondoskodásban nyújt sokoldalú támogatást az Eurovit Vitamin család. Válaszd az Eurovit vitaminokat a családod számára. Eurovit Vitamin család. Lételemünk a gondoskodás, akár csak neked. És te? Tudod, hogy a KNTH-val duplán fektethetsz a jövőbe? Duplán. Egy tudatos döntéssel és a KNTH felelős befektetésekkel egyszerre tehetsz a klímaváltozás ellen, és közben a pénzed is gyarapszik, összhangban a földdel és egy élhetőbb jövővel. Fektess be havonta telóról, és akár 40 ezer forint jóváírást is kaphatsz. És új bankszámlával még ezt is duplázhatod. És két oda navigál. Dönts okosan! KNTH. Innováció, fenntarthatóság, jövő. Csobbanj egyet a Mega Örvényben, a város legkeményebb beltéri csúszdaparkjában. Hé, Carl. Igen? A Snickers csináljuk, a csúszdapark tegnap volt. És nem is hívtatok? De hát nem is... És legalább jó volt? Hagyjuk, Carl. Veled is előfordult már, hogy valami nehezebb volt, mint gondoltad? Hogy úgy érezted, nincs esélyed? Néha mind elbizonytalanodunk. De vannak, akik akkor is hisznek bennünk, amikor feladnánk. Az Erszténél eddig 3500 hátrányos helyzetű gyermeknek segítettünk, hogy felnőttként tudatosan kezeljék a pénzügyeiket. Higgy magadban te is! Egy bank már biztos van, aki hisz benned. Erszte.
egy fél időt követően. 38-35 áll az eredménye ezen a Beac Újbuda Kosárlabda Akadémia és az Atomerőmű KSC Szekszárd serdülő csapatainak elődöntőjében. A tét továbbra is ugyanaz, ki játszhat vasárnap a bronzmérkőzésen egy esetleges mai vereséget követően a csata DSE Ágárdájával, és ki mérkőzhet meg a 2022-23-as Nemzeti Leány bajnoki címért. Nem mondanám azt, hogy bárki közelebb áll ehhez a bizonyos fináléhoz, ahol a DVTK csapata várja ellenfelét. A statisztikák, én úgy hiszem, hogy azért beszédesek. A Beacnak le kell tisztítania a játékát, sokkal kevesebb személyi hibát kell ütniük. Ugye 11 faltjuk van, de ez 18 büntetődobást eredményezett, és a másik oldalon a Szekszárdnak én úgy hiszem, hogy az eladott labdákkal kell kezdeni majd valamit. Az pedig, hogy a dobás pontosság miként alakul, az nagyban függ attól, hogy ugye mennyi támadó lepattanót engedélyez riválisának Harsanyi Mária hölgykoszorúja. Itt most ennél a három pontos különbségnél kezdődik egy teljesen új mérkőzés, az előző elődöntői szerintem jó példa volt erre, hiszen ott is a szünetben még egyébként nagyszerűen állt a csata DSE Ágárdája, 6 ponttal jobban, mint a DVTK, és aztán valamikor ott a 24. perc környékén fordult át minden, és fordult minden jóra a rendező csapat szempontjából, és minden rosszra a fővárosiak szempontjából. Itt is benne van valami hasonló. Akármi jöhet még itt a második fél időben. Továbbra is kék szerelésben az Atomerőmű KSZ Szekszárd, fehérben pedig a Beac Újbuda. Encsik. Ez a játékvezetői felfogás, ez mindenféleképpen jobban kedvez a Szekszárdnak, az egészen bizonyos. Kófiás is jól dobja a büntetőket, Hencsik is, Pompsár is beledobálgatja őket. Kollár. Nagyszerű! Most nem hagyatkozik arra, hogy majd büntetőből kell beköszönnie. Dinyés. Grécs, ő is elvállalja a tempót, ő mellé dobja. Szilágyi a vonalon állt, amikor elugrott. Tempó nem jó, lepattanó, Pomsáré. Büntetők jönnek. Jó tanács a dob be a büntetők előtt. Pomsár be is dobja. Megint utoléri ellenfelét a Szekszárd. Tibai.
Vinnyi is mehet. Kapkodó most a játék. Dinnyés, ajj de ügyes! És fölcsempészi ballal. Ezeket nem szokták szeretni az edzők, amikor két leütésből zicser van. Hencsik marad üresen. Hencsik bele is dobja! Az igen! Ez neki állóhelyből nem különösebben nagy kihívás. Senki ne értse ledegradálónak, egész egyszerűen annyira jól dobja ezeket. Inkább az a meglepő, hogyha mellé mennek. Grécs hagyja el a labdát, és ebből már fordulhat egy 3-2-es szituációba a Szekszárd. Hencsik inkább felállít mindenkit. Ilyen csapó megint próbál elzárni. Nem igazán várja meg ezeket az elzárásokat Hencsik. Csapó dob egy duplát, jön egy időkérés. Védekezésbeli hibák sora Laklót adna szerint, úgyhogy azonnal belenyúl a mérkőzésbe. ...43-42. Jó, Hencsik tripla, meg egy csapó középtávoli. Szóval azt akartam mondani, hogy ebben még mindenféleképpen fejlődhet, és fog is fejlődni Hencsik Adrián, aki ugye már a kadett csapatnak is oszlopos tagja. De hogy lényeg a lényeg, hogy nem igazán várja meg az elzárásokat, és hát nyilván a csapattársak pontosan tudják, hogy nekik az a dolguk, hogy zárást adjanak Hencsiknek, vagy üreset, vagy pedig labdásat, és ebből fakadóan azért rengetegszer fordul elő olyan, hogy próbálják adni az elzárást, de még mozogniuk kell hozzá. Ha ezt meg fogja érezni Hencsik, akkor onnantól kezdve még halálosabb fegyverré válhat az az arzenál meg repertoár, amivel ő rendelkezik már most 13-14 évesen. Bogovics. Dinnyés. Közelebb viszi, kiosztja. Bogovics triplája. Pomsárja lepattanó. Hencsik mehet. Csapó. Az is belemegy. Említettem. Én úgy gondolom, hogy a Szekszárd akkor igazán erős csapat, hogyha az idézőres kisegítő személyzet jól játszik, már pedig ma elég pontosak. Dinnyés elindul, Pomsár mellett, fölött. Hát erről Pomsár nem tehet. Ezt ma így fújták. És következetesen jön most is az ítélet. Mellé megy egy büntető. 20-ból 13 a vonalról a Szekszárd, 9-ből 5 a Beac. Most már 10-ből 5. Tibai szemfüles. Nem tudja falttal együtt bedobni. Dobhat ő is 2-t. Erre szokták azt mondani, hogy luxus, ennyi büntetőt mellé dobni, így kell ezt csinálni. 45-43, megmutatták már a szekszárdi lányok, hogy milyen az, amikor
valaki pontos a vonalról. Hencsik. Jönnek egy passzról segíteni. És megint ott van a kisegítő személyzet. Ez most éppen Kollár. Tibai elindul, inkább lefékez. Dinnyés. Hencsik mellett. Csapolja a falt, nem Hencsiké, pedig Hencsik tette fel a kezét. Dinnyés. Gyönyörű játék. Ezeket a rögzített helyzetes szituációkat parádésan oldja meg az egész torna során a Beac. Kofiás. Kollár. Hencsik, jön ki az elzárásból, ez most sokkal nehezebb volt, mint a legutóbbi bedobott hármasa. Bugovic. Samson Érckövi. Nem tudja onnan visszapasszolni, azzal, hogy felugrott a labdával, azzal biztossá vált, hogy nehéz helyzetbe hozza saját magát. Jó segítés Dinnyéstől, Bugovic féltérden, és most mellé megy. Kollár tempója, az rövid labda nagyon. Fú, kétszer Szerdi, Kófiás és Hencsik esnek egymásnak. Az is falt, most fújják le. Dinnyés szabálytalan. Legalábbis én azt mondom, hogy ez az ő faltja volt. Samson Érckövire fújták egyéb iránt. Hencsik. Neki ez kajapia. Ha fújdogálják a faltokat. Ügyesen is használja a testét. Neki tud ugrani a védőnek. Oh. Közel 70%-os büntetőző Hencsik. Ma eddig 2-ből 2 volt, most így 75%, 4-ből 3. Bugovic. Végigér Bugovic, kint állt még Pomsár, akkor hozzányújt a labdához, marad a labda a Beacnál. Erre most már figyelt Hencsik. Tudta, hogy mi fog következni. Dinnyés dobja mellé a félhorgot. És megint megvan az öt csapatfaltja a Beac Újbudának. Laklót Anna most kéri számon a zsűri asztalt, hogy vajon mi történik. Csapó mellé dobja a büntetőt. 4 pontos szekszárdi vezetés. Most már 5. Az eddigi legnagyobb előny. Nyilvánvaló falt volt. Megköszönheti egyébként Grécs, hogy nem fújták az elsőt. Így dobhat két büntetőt.
Már ott nagyon közel került Kollár Grécshez, és keresztbe vert egyet. De megy az első dobás a vonalról. És jó a második is. Grécs Zoé visszahozza három pontra a Beac Újbuda csapatát. Nyilvánvalóan ez is mozgó elzárás volt egyébként. Megint nem várta meg Hencsik szegény csapót. Aztán utána Grécs szórja el a labdát. Bugovics mögé, bocsánat, Dinyés mögé tette ezt Hencsik. Négy faltja van Szamszonyevszkinek, négy faltja van Andrásinak, három Borsnak, kettő Dinnyésnek. Ennyi fújás mellett ugye figyelni kell ezt is. Hencsik mellé dobja a büntetőjét, különösen úgy, hogy ugye a másik oldalon három faltja van Kollárnak. No, hát elnézést a kisebb technikai problémáért. Két Beac pontról maradtunk le, meg jó sok mellé dobott akcióról, meg őrült helyzetekről. Török valahogy nála maradt. De közel járt a labdaszerzéshez itt ennél a szituációnál Schiefer. Ezt az ide-oda idét már nem bírta el a rendszer sem. Hencsik, Pomsár, meg tudja szerezni. Ma jól látom, Schiefer ott a sarokban. Jókor jó helyen, Hencsik. Elváltják ezt a 2-2-t. A fővárosi, a Kollár kicsit eltatyogja, a Hencsik kapja üresen, Hencsik beledobja. Így kell élni a kapott sanszal. Schiefernek jár amúgy a dicséret. Ő volt az, aki ezt a vesztettnek tűnő labdát valahogy még a maga javára fordította. Török nem akart ezzel igazán elindulni. Sáhi, tökéletes tempó. Vonalas kettes, de kosár. És itt az első félidőhöz képest ínséges másodikban minden ilyenre szükség van. Támadót fújnak, addig-addig háborogtak a lelátóról, meg szerintem a kispadról, amíg nem fújtak egy támadót. Nagyon kései ítélet teszem hozzá gyorsan. Nem kedvelem az ilyet. Még akkor sem, hogyha türelmes fújás van. Szilágyi. Így, hogy Kollárnak a tatyogását nem fújták, abból dobott Hencsik egy triplát, és ezt lefújják, így már nem biztos, hogy jó fénye van ennek. Hencsik.
Jó a betörés, jó a kiosztás, nagyszerű a tempó, csak mellé megy. Az utolsó percen belül. Sáhi megy, megy Dinnyés is, ballal teszi föl. Röviden. Mehet Hencsik. Lábat fújnak. Abban nem menjünk bele, hogy Hencsik Adri borítása már milyen. Komsár. Hencsik. Szépen dolgoznak Hencsik kezére a társak. Nyilván ezt csinálták egész évben, tehát egy nagy meglepetés ezen a téren, hogy alapvetően kényelmesen érzik magukat ebben a szituációban. Rövid büntető, de beesik. Ez meg kiperdül. Dinnyés hozza el a labdát. Szilágyi. Nagyon hosszú töröknek. Rendezte a játékát a Szekszárd. Hencsik. Nézelődik, nézelődik. Elvállal egy hármas. Tábláról majdnem bement. Grécs azzal még elérhet viszonylag messzire. Összeesik. Nincs itt élet. Valószínűleg helyesen. 54-51. Három lejátszott negyedet követően. A találkozó állása. 10 perc választja el a két csapatot attól, hogy kiderítsék, ki fogja bebiztosítani a helyét. Az aranycsatába és ki a bronzmérkőzésbe. Próbálok gyorsan életet lehelni a statisztikába itt a netes riadalom után. Tízből négy tripla a Szekszárnál, tízből három a Beac Újbuda csapatától. De mind a három Beacos tripla az első fél időben érkezett. Az eladott labdákat lecsökkentette ám a Harsányi Mária edzette tolnai alakulat, és a támadó lepattanóból is sokkal kevesebb jut a Beacosoknak. Nyilván ez is kellett ahhoz, hogy hattal nyerjék a harmadik negyedet. Mire megy? A fővárosi alakulat Hencsikkel, aki már három gólpassznál talán a legjobb meccsét játssza egyébként itt a Final Eight-ben, a 8-es döntőben. De a szezon egymás elleni közös mérkőzésén is nagyon jó volt Hencsik. Inkább valószínűleg neki azzal van gondja, hogy ha van hátul egy nagyobb test, az vélhetően őt sokkal jobban zavarja, mint az, hogy most éppen ki van előtte. Kollár. Mellé dobja, Szilágyi a lepattanó. Rá tudnak fogni a kékmezesek. A Beac a kedvezményezett. Kollár lerázza magáról az előző szituációt. Grécs.
török. Elvállalja. Még egy palánkos tripla már nem fér bele. Vagy hát belefért volna egyébként. Ó, csapó. Lépés. Határon táncol csapó. Kollár. Ő meg bedob egy újabb hármast. Mondtam én, hogy lerázta magáról az előző rossz dobást. Egyelőre a tripláival áll jobban a Szekszárd, az a különbség. Kettővel többet dobtak be, mint a Beac. Schiefer faltja. Jól mérte fel Medvei, hogy nagyon közel van hozzá a védője. A csapó 9, Kollár 10, Pomsár 10, Kófiás 11. Pont az történik, amit valószínűleg nagyon szeretett volna látni Harsányi Mária. És nagyon nem az ellentábor. Bugovics. Medvei. Jó szekszárdi védekezés. És marad a Schieferrel. Medvei. Lépés határon táncolt ez az indulás is. Csapó elhozza. Nem, semmi más nem akart ebből csapó kihozni, csak ezt. Kettővel több bedobott tripla, és 8-al több bedobott büntető. Most már 9-el. Ez kiad 7 pontos differenciát. És hát amíg ugye a második félidőre nem lassult be annyira a Szekszárd, a Beacnál elfogytak a pontok. 38-al fordultak, az is személyi nyilván. Szekszári labdaszerzés, Dinnyés lépés hibáját követően. 8-15 van még hátra. 7 pontos tolnai előny. A statisztika. Nincs jobb találati arány a Beacnál, és azért elfogytak a támadó lepattanok, miközben a Szekszárd 50% környékén pöttyög továbbra is, és nem nagyon adják el a labdákat. Jó taktika. Hencsik vezetgeti, hoz egy döntést, és amúgy a társak nagyon szépen teszik a dolgukat. Én azt mondom, hogy az a kulcs, hogy Hencsik mellett 4-en 10 pont fölött a Szekszárdban. Szencsikről megy ki. Jogos.
Jó védekezés Samson Érckövitől. Ugye neki 4 faltja van. Nem nagyon van értelme tovább tartogatni őt a kispadon. 4 faltja van Dinnyésnek is, meg Andrásinak is. Itt sincs fújás, Samson Érckövi, majd most. Bukovics próbál oda menni a pofonokért. Egész egyszerűen nem jut el a vonalra. És egy ilyen mérkőzésen alapvetően joggal érzi azt, hogy legalább valamelyik betöréséből kaphatna egy fújást. Ha nem is mindegyikből nyilván, mert mindegyik nem lehet személyi. Kiperdül a büntető, Samson Érckövi oda megy, ráfog a labdára. Tartott labda, marad a Szekszárdnál. Kollár. Oha, senki nem tudta, hogy kit kell fogni. Megúszta a Beac. Óriási mázlia volt most a budapestieknek. Kollár szerintem a nap legkönnyebb önhelyzetét, vagy önhelyzetét rontotta el. Az is személyi. Nem tudja bedobni falttal együtt Dinnyés. Kollár nyúlt rá le a labdára? Szerintem igen. Neki is a negyedik. Dinnyés mellé dobja az elsőt. Egyszerűen kezdte a mérkőzés Dinnyés Petra. És aztán azóta ő is csak szenved, ugyanúgy, mint a társak. Samson Érckövi szedi a lepattanót, csapó nyakon vágja. Ne! Ez így a kollárféle totyogós gólpasszot figyelembe véve legalábbis véleményes, és most már sokat szor lehet mondani. Vagy ezt a Hencsik labda átvételt is lehet nézni. Hencsik triplája, mellé megy, csapolja a lepattanó. Kófiás. Hencsik állítja föl a többieket. Nem fog vállalni majd valamit. Nem mellé dobott Zitzert, Bugovics jön a lepattanóért, kiről megy ki? A Szekszárdiakról. Picivel kevesebb, mint 7 perc van még hátra, 6 a különbség. Bugovics. 2-2 Szilágyival, az ott szűk lesz így. Medvei, ő fölteszi, mellé dobja. A varázsfonal elveszett ott az első negyed közepe felé Medveinél. Schiefer. Kofiás, ő beledobja, ez lesz a Szekszárd döntője, hogyha bejutnak. Beesegetnek a 3 pontosok, méghozzá nagyon jó százalékban. 13 lövésből 6 találat. Bugovics, nehéz lesz az úgy, megcsinálja a gurdülőst. Kimarad ez is. Hatról megint 9. Grécs és Dinnyés jönnek vissza. Bugovics. Na most mehet a vonalra. Schiefer nem figyelt szerintem. Neki könyörög Harsi, hogy de hát megbeszéltük, hogy mi jön. Mellé megy a büntető is Bugovicsnak.
Mind a kettő ráadásul. Samson Ercke visszadja a lepattanót. És mivel most a Beac a kedvezményezett, ők jöhetnek. Dinyés. Ott marad Kófiással. Meg is csinálja, amit meg szeretett volna csinálni Dinyés Petra. Ugye Kófiás jelenleg szegénynek ez a legfőbb hátránya. Az apró test, amivel rendelkezik. Hát plusz 13 vele a csapat Pomsárral, plusz 19 Kollárral. És plusz 13. Jó az első büntető Dinyéstől. Meg a második is, 61-54. Három labda birtoklás a különbség. Kófiás, ezt is eldobja, ez most rövid. Szilágyi a lepattanó, és ezzel mehet Samson Érckövi. Grécs. Oha. Hát, ott is volt azért kis totyogás. Megint tartott labda. Nem tudom, hogy az hogy nem volt lépéshiba egyébként Grécsnél. Olyan volt, mint hogyha lett volna valami hiba a Matrixban. Csak lépett. Leütés nem nagyon volt benne. Lehet, hogy belepiszkáltak. De nagyon furán nézett ki. Encsik hozta zavarba önnön magát. Andrássy is visszajött a pályára. Kófiás elindul Dinyés mellett. Lépést fújnak. Jó összezárás a két négy faltostól, Dinyéstől és Samson Érckövitől. Harsanyi Mária kér időt. Úgy érzi szerintem, hogy most egy picit akadozik a támadójáték a csapatának, és emiatt valószínűleg egy hangyányit szeretné őket megnyugtatni, vagy valamiféle támpontot adni nekik. Jó triplázás a tolnaiaktól, és egyébként jó büntetőzés. Még így is, hogy mellé ment 13. 50% fölött vannak ez a serdülő mezőnyben. Kifejezetten jó. Ráadásul ugye sokat dobhatnak rá. És amint tudtak változtatni itt a második fél időre, az nyilván fakad abból, hogy ugye Hencsik Adrien pattogtat. De sokkal kevesebb az eladott labdájuk, mint volt az első fél időben. Ugye nem győzzük hangsúlyozni azt, hogy a serdülő kosárlabda az tulajdonképpen három mérkőzés egybe gyúrva. Az első 10 perc és a második 10 perc is egy-egy különálló csata, és aztán jön a mindent bele utolsó 20 perc, ahol már nincs megkötve az edzők keze. 4 perc 55 másodperc van hátra. 7 pontos hátrányban a Beac Újbuda. Dinyés, Grécs. Andrássy. Thank you.
Az bravúr! Nem sok jót csinált Andrássy Dorka ezen a mérkőzésen, de ez a félfordulatos, nem tudom mi, ez két pontot ér, és két nagyon fontos pontot ér. És ez pedig így beadsz labda lesz, mert a legutóbbi tartott labdánál a Szekszárd jöhetett. Ezt mutatják a játékvezetők is. Ez fontosabb amúgy, mint hogy én mit mondok. 5 pont. Még mindig a Szekszárd előnye. Grécs. Lépés hiba. Az meg egy labdaszerzés. Azzal mehet Grécs Zoé. Ó, Kófiás. És az így sportszerűtlen hiba. Ha akarta, ha nem, akkor is. Utolsó emberként elkaszálni valakit, az nem biztos, hogy jó ötlet. Sima faltot fújnak. Becsorog az első büntető. Sokkal inkább ezeket venném ki a játékból, mint a taktikai faltot a félpályánál. Pomsár próbálja azt arrébb tenni, és aztán a kipasz Samson Érckövitől kékmezeshez keveredik. Samson Érckövi visszaszerzi, ott van Dinnyés, ez lépés lesz így. Meg kellett volna ütni a Dinnyés Petrának. Mondom, jók ezek az ítéletek, csak a Hencsik-féle labdaátvételek, a Kollár-féle totyogások. Nem tudom, mi megy most a vita. Samson Érckövi kipontozódik, ha ő kapja. Ő kapja, neki ez az ötödik. Dinnyésnek és Andrássynak van még 4-4. Az is lépés. Hát mindegyik lépés, hát nincs ezzel mit szépíteni. Az is. Hencsik ezt nem lépi el, rövidet dob. Aztán visszaszedi a saját lepattanóját. Utána pedig Grécs próbál labdát csenni. Csen is. Megvan a Beacnak. A labdaszerzés, 3-15 még, ami hátra van. Ezt is le lehetett volna fújni, hoppá, Grécs Zoé esik össze. Nehezen jött, annál könnyebben megy. Az is lépés Kófiásnál. Mondhatom napestig ezeket. Ha tetszik a versenybizottságnak, ha nem. Szilágyi, az is lépés. Bugovics triplája, az mellé megy. Megvan lepatanó Dinnyésnek. Andrássy, ő is elvállalja. Az beesik! Palánkról időt kell kérni Arsányi Máriának. Mutatja azonnal, aztán nem figyelnek rá, már pedig a Szarsi nagyon nem szereti, ha nem figyelnek rá. És egyébként megértem, hogy nem szereti, ha nem figyelnek rá.
61-60, 9 pontról jön vissza a Beac. Ugye volt 10 is az előnyük még az első negyedben, úgyhogy van itt ilyen őrült fordítás mind a két oldalon. Ki fog végigérni? Pomser, Koller, Kófiás, Csapó egyaránt próbálják segíteni Hencsik dolgát. Nem tudom, hogy ennél többet hozzá lehet-e tenni a kiegészítő személyzetnek, mint amit egyébként hozzátesz csapatszinten a KSC Szekszár minden tagja ehhez a mai produkcióhoz. És egyébként ez igaz a Beasznál is. Samson Érckövő, aki kipontozott 7-nél, Andrási 7-nél, ugye 5-öt dobott itt az utolsó negyedben, Grécs 7-nél, Medvei még az elején dobott 9 pontot. Komoly párbaj ez így. Hencsik hozhatja. Lesz-e idegnyugtató Szekszárd kosár? Ugye 61-52 óta nem láttunk ilyet. Hú, de direkt akarta ezt megpasszolni Hencsik. A törekvést értékelem. Ha már egyszer van egy pompsárod, használd. Kófiás, üresen marad. Nem tudja bedobni, picit lett csak rövid. A lepattanó pedig óriási csatát hoz. Tartott labda Szekszárdi kedvezményezettséggel. Fú, de üreset dobhatott Kófiás Jana. És nem tévesztett célt sokkal. Hencsik. Jó a kiosztás. Mellé megy a dobás. Ki lesz a lepattanó. Ez is a Szekszárdé. Ott van Kollár, kéri, nem kapja. Hencsik. Ó. Hencsik elvállalja. Mellé dobja. 2 percen belül. Kicsit azt éreztem, hogy ez ilyen megúszós volt Hencsiktől. Nem akart elindulni, lehet, ha elindul, akkor többre megy Bugovics. Ő sem indul el, ő is a visszalépős triplát választja, ő is mellé dobja. Nem ért semmit a labda, már ami a palánktartó szerkezet. 2 hasonló akció most a csapatoktól, azzal a különbség, hogy a Szekszárd ugye 2 labdát is visszaszedett. Gencsik. Kollár. Kófiás. Hencsik. Gondolkodott egy kis időt, és ez lehet a veszte. Pomsár, Hencsik, ott maradt Gréccsel, az nem jó elzárás. Hencsiknek dobnia kell, az úgy lépés. Az úgy lépés, az nem igaz, az nem lehet igaz, hogy ez falt. Az nem lehet falt. Az nem lehet falt. Az nem lehet falt. 3-at fog dobni? 3-at fog dobni Hencsik Adrien? Hát ezt majd vissza kell nézni, és akkor majd lehet pironkodni. Ez lépéshiba volt. Az lépéshiba volt, az lejárt idő volt, az minden volt, de biztosan nem 3 dobás. Hencsik Adrien, köszöni szépen a lehetőséget. És még egy technika is. Nem csak figyelmeztetés. Ez itt 61-60-nál. Nem korrekt. És az a legrosszabb, hogy nem Hencsik Adrien tehet róla. Meg nem a Szekszárdi kislányok.
Mencsik bedob két büntetőt a háromból. Szilágyi. Dinnyés elkérné. Dinnyés nem kapja. Megkapja Grécs Kófiással, és most fújja vissza az előző gyönge ítéletet a játékvezető. Egy 2 plusz 1. Most meg szerintem Harsányi Mária fog majd a technikai határáig elmenni. És Kófiásana ott állt Grécs mellett. Maximum csiklandozta Grécs hónalját. Ez a teteje. Kimarad a büntető, Szilágyi visszaszedi. Be a cél a labda, mert hogy most ők a kedvezményezettek. Pokoli nehéz szakma a játékvezetőség. Ezt senki nem vitatja. Bugovicsnek szerették volna betenni. Most megjöhet a Szekszárd. Nagyon direktbe akarták ezt most megpasszolni a fehérmezesek. 47 másodperc van még hátra. Kollár. Mencsik. Nyugalomra int mindenkit. Kollár, Hencsik, átveszi, mellé dobja, el kell találni a gyűrűt a Szekszárnak. Lejár a támadó ideje ugyanis a kékmezeseknek. 21,8 másodperc. És időt kér Lakló Tana, neki még volt időkérése. Egy pontos szekszárdi vezetés. ...63-62. Még lehet, hogy egyszer utoljára, vagy lehet, hogy még majd sokszor kell mutogatnom statisztikát, mert egy hosszabbítás is vastagon benne van a pakliban. Hencsik 17 pontnál. Pomsár 10 pont, 13 lepattanó. Mondom, amit a kisegítő személyzet bele tudott tenni, azt bele is tették. Ez most csapatmunka mind a két féltől. És egyébként jó ezt látni egy serdülő eseményen, hogy tényleg nem az van, hogy egy ember dönt el egy összecsapást, hanem 5 vagy 6 jó teljesítményen múlik az, hogy mi történik. Nem hozza át a labdát, Lakló Tanna így dönt. Nem akarja még egyszer odaadni azt a Szekszárdnak. Ki fogja elvállalni ezt? Dinnyés, elzavar mindenkit, ott maradt Kollárral, fölveszi a labdát, ez hiba volt. Szilágyi, vissza Dinnyéshez, 10 másodperc még. Dinnyés elindul, Dinnyés! Kap egy sapkát, oda rúgdanak Pomsára, feldobást fújnak, akkor az viszont Beac labda lesz, 5,1 másodperc. Most kérdezik meg Harsányi Máriától, hogy miért kell reklamálni? 5,1 másodperc, még mindig egyel vezet a Szekszárd. Kitart-e ez az előny, ez a nagy kérdés? Grécs, Bugovics, Bugovics félfordulatból, Bugovics mellé. A Szekszárd jut döntőbe, én úgy gondolom. 5 másodperc alatt. Itt már nem lehet csodát tenni, labdát kell szerezni, ezt előre kell dobni valahol a félpályához. Így például 63-62 arányban a Szekszárd legyőzi a Beac Újbuda Kosárlabda Akadémia gárdáját, és így ők játszhatnak a DVTK Akadémia A csapatával. Az aranyéremért fővárosi rangadót rendeznek majd a bronzmeccsen. Maradjunk annyiban, hogy voltak itt nagyon véleményes történések. Elsősorban ott az a Hencsik féle tripla, 10 méterről elgurulva utolsó pillanatban. De ettől függetlenül abszolút megérdemelt a szekszárdi továbbjutás, nyilván ez fordítva is így lett volna. Ezek a lányok mindent oda tettek, ami bennük volt a mai napon, és ebből kisült egy egyébként nagyon izgalmas utolsó másodpercekre is
komoly izgalmakat tartogató összecsapás. Biztos, hogy lesz még utózöngéje ezeknek a történéseknek, amik itt voltak, de én a statisztikával fogok búcsúzni, na meg azzal, hogy majd 9 órától jövünk a következő összecsapással a 7. helyért vívott Uni Győr által fémjelzett és Sopron által fémjelzett összecsapással, mert hogy természetesen vasárnap is jelentkezünk a torna utolsó napjával. 63-62 Hencsik komoly segítséget kapott Pomsártól, Kollártól, Kófiástól és Csapótól, és így együttesen 5-en le tudták győzni a Beac Újbuda együttesét. Egy pontos szekszárdi diadal, Harsányi Mária bevezette a fináléba a lányait. Én ezekkel a képekkel búcsúzom, és mindenkinek jó pihenést kívánok. Vasárnap kora reggel találkozunk. A döntőben pedig a DVTK és az atomerőműszek